Már korábban is beszámoltunk róla, hogy múlt héten szerdán este nyitották meg a 27. Art Camp nemzetközi művészeti szimpózium Jászberény művész telepének kiállítását a Lehel Filmszínház emeleti galériájában. A különleges hangulatú tárlaton 35 kortárs alkotó munkáit mutatták be, majd az Avantgarde Gentry Sultan zenekar koncertje fokozta a hangulatot. Most egy hosszabb összefoglaló következik. A 27. Art Camp rendezője a Jövőképalkotók Egyesülete volt az alapítókkal közösen. 35 fő 9 napon át alkothatott a Berényi Campus műtermeiben, melyből kialakult az augusztus 30-án bemutatott kiállítási anyag. Az idei művésztelepet már szerényebb keretek között tudtuk megrendezni, mint a tavalyit, vagy éppen mint néhány évvel korábban, szinte bármikor, de ennek ellenére mégiscsak létrejött 27. alkalommal is ennek a városnak a talán legnagyobb hagyományokkal bíró kortárs művészeti eseménye. Ez köszönhető leginkább annak, hogy Jászberény város önkormányzata mellé áll a kezdeményezésnek, így idén is meg tudtuk rendezni. Palkó Tibor Munkácsi Díjas festőművész az Art Camp alapítója szerint annak ellenére, hogy idén elég szűkös volt a pénzügyi keret, mégis sikerült összehozni egy kiváló művésztelepet. Mondjuk ettől féltem, hogy most tényleg nagyon kevés pénzből csináltok meg, és hogy ennyi alkotó eljött. És hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és azt mondta mindenki, hogy már 27 év alatt, hát akik mondjuk látták az előzőeket, sőt tudták, az egyik legjobb kiállítás, legjobb munkákat tudták most összehozni. Esemény, művészeti esemény a városnak, amit nem biztos, hogy nagyon a helyén kezelt mindig a város, de ez csak az én saját véleményem. Az a 35 művész, aki itt volt, remélem jól érezte magát, remélem, hogy a városunk tetszett nekik, és hát alkotó kedvelés örömmel születtek ezek a művek, amikből most itt 15-öt láthatunk. Természetesen Jászberény város támogatása nagyon fontos a kortárs művészeti tábor megvalósulásában. Már csak az a kérdés, hogy az Art Camp mikor kerülhet egy állandó kiállítási térbe. Csak a félreértés létezik, és ez így van jól. Senki sem gondolja ugyanazt ugyanarról a művről. A félreértés pedig lehet megtermékenyítő. Ez a szimpatikus gondolat mellett óriási szabadságot hagy a műkedvelő nézőnek abban, hogy hagyja érvényesülni az alkotás okozta hatásokat magában, és önállóan konvertálja át az értelmezett művészeti üzenetet. A gondolkodás szabad. Én azt szoktam mondani, hogy a képzelet mindenható, és ennek nem szabhat gátat semmi. A képzelet mindenható, akkor az alkotás meg végképp mindenható. Hát bizonyos alkotások, mert vannak szűkebb határokon belül készült alkotások, ezt az egyén dönti el, hogy mennyire szabad. Tehát ezt nem lehet azt sem mondani, hogy mindenható. De hát ez szerintem a nézőre is nagyon sok szabadságot kell hagyni, a nézőnek. Én ezt vallom. Különben akkor nincs összjáték, nincs kommunikáció. Sáulinál menek, még én fák esírnak, geng a jagujikról alak launak. A hullatok laválak, takarjatok inget. Márt az én édesem sírva kára senge. A művek személyes történetek, melyeket nem ismerünk, de megsejthetünk. Bár a néző nem tudja, hogy a művész nem régen vakbéllel műtötték, hogy néhány hete meghalt a nagypapája, hogy most éppen az univerzum a test miben léte foglalkoztatja, hogy madarak vették birtokba évekkel ezelőtt az egyik installációját. Hogy ezek az életesemények micéliumként szövik át a művész gondolkodását. A micéliumból akkor nő ki gomba, ha kedvezőek a feltételek. A talaj, a páratartalom, a víz, és kell hozzá egy kis varázslat is. Az idei művek a művészet történész szemüvegén keresztül személyes történetekről meséltek, valós vagy rejtett sebekről, esetleg a bátor kísérletező, olykor bizarr, olykor pedig a hagyományos alkotóelemekből készült mágikus alapvetésekről. Nagy T. Kati itt volt, mert általában
én organizáltam a rendezést, meg így segítséggel, de hát az őnek is sokkal nagyobb tapasztalata van ebben a dologban, és nagyon szépen úgymond átrendezte. Mert volt egy első koncepció, amit délőtt csináltunk így közösen, és mikor elmentünk Gáborra, visszajöttünk, akkor ő teljesen átírta az egészet, aminek nagyon örülök. Mennyire elégedett a szervező, mennyire volt termékeny ez az idei pár nap? Nagyon termékeny, hát őszinték vagyunk, mert miért ne lennénk azok, az a lényeg. Amikor itt megláttam ma, hogy milyen káosz van, akkor azt mondja, hogy ebből nem fog összeállni semmi olyan, ami nekem tetszene. Ahhoz képest szerintem ez nem ilyen benyalás, hanem egyik legjobb anyag lett így eszenciálisan most a végére. Mivel csak a félreértés a biztos egy-egy műnél, annak hatását érdemesebb vizsgálni. Hogyan hat oda-vissza a világ a művészre, és fordítva. Hallottuk a művészet történeti értékelést, és lemerném fogadni, hogy te vagy az az ember, aki az univerzum és a létezésben gondolkodsz, vagy azon agyalsz mostanában, jól gondolom? Jól. És itt kiáltott képem is, először halakat festettem, és festettem átírt turulmadarakat éppen ezért, mert voltam az Ősök napján a Bugacon, 100 000 voltunk, és hatással van rám, évek óta lejárok, és gondolkoztam ezen a dolgot, ezt honnan tudtad meg, hogy én ezen gondolkoztam? Egyszerűen sejtettem, hogy te leszel az, aki ezen gondolkozol, és azt is mondd el nekünk, hogy hová jutottál már a gondolkozásban, tehát az elmélkedésben már hol tartasz, megfejtetted már az univerzum vagy a létezés alapvetései? Hát igazából úgy kellett volna bemondanom magamat a festőművész és basszusgitáros mellett, tegnap volt egy jó koncertem az iskolában, hogy boldogságkutató. Tehát elkezdtem kutatni a boldogságnak az alapverziót az emberi életeken és olvasmányom alapján, és így eljutottam a különböző vallásokig, és hol tartok? Általában, amikor nagyon bölcsnek érzem már magam, és elkezdenék tanítani, akkor Isten küld egy jelet, és abból nem érzem, akkor csinál ennyit, és összeomlik az egész tudásom. Kezdhetem előről. A második alkalommal voltam itt. Természetesen nagyon jól éreztük magunkat, és rengeteg műalkotás készült. Tehát ahogy a megnyitó szövegben is hallottátok, ez csak egy kicsi szeletkéje annak, ami tényleg elkészült a hét alatt. De szerintem mindenki jól ki tudta használni az itt töltött időt. Mi nagyon-nagyon kísérletező szellemben dolgozunk Bellával. A mostani munkánkon éppen alulemezeket maradtunk savval, és boszorkány konyha volt gyakorlatilag egész héten. Festettük is, drótkábelekből készítettük ezt a installációt, mondjuk így, és a koncepciónk a következő volt. Drótkábelekből szövögettünk, hegezgettük össze a munkát, aminek az volt a lényege, hogy a címe után is szinapszis lett a címe, hogy a kommunikációs vonalakat, ahogy a számítógépekben mennek a kábelek, vagy ahogy a metróvonal, ahogy kábelek kötik össze, vagy villamosvonalat, vagy ahogy az emberi szervezeten belül például az idegsejtek, ahogy működnek, és hogy ezek a jelenségek formailag is hasonlóak, és a funkciójukban is, tehát kommunikációs csatorna, és ezért használtunk fel ilyen anyagokat. Síros rózsám, síros, amíg előttadlat. Mártyú Isten tudja, hol leszel való. Árdékben, az égben, s a nagy tengerekben. Tengernek fanákas az én váltett agyom. A sebek azok folyamatos kis társaink az életünkben, tehát ezt nem is lehetne eltitkolni, és szerintem fölösleges lenne hazudni, hogy minden rendben van, tehát a sebek folyamatosan, de az, hogyha műalkotással vagyunk, akkor meg is szabadunk tőle, és azáltal egy más konstellációba helyezzük, akkor az már megint egy más történet. És itt konkrét dolgok vannak a BMZ-vel, akit meg fogsz kérdezni a sebeiről,
amik rózsaszín foldog a hasán, mert egy vakbél műtét után, amit a kocsmában egy helyi ember 8-szor megnézett és fölhajtotta a pólóját, azt mondta, hogy ő most belső vérzésben szenved, mert úgy látja, hogy ez a nyers hús lóg ki belőle című számunkat adjuk elő. Nem olyan rég, tehát egy hónapja megműtöttek vakbéllel, és nem sokáig pihentem a kórházon, mert tehát elég mozgékony ember vagyok. Közben megnősült az egyik nagyfiam, a 6 gyerek közül az egyik, és aztán mentünk az Ozorára, és muszáj volt valamit kitalálni, és akkor jött ez a menyem, ilyen kineziológiai szallaggal, és ez a motívum látható, úgy néz ki, mint egy csiga. És hát elengedhetetlen, hogy észrevegyük ezt magamon. Itt nem volt tükör, ezért lefotóztuk. Konz Gabi lefotózta, és akkor csináltam egy sablont, és így nemes vakolattal rákerült a vászonra. Tehát gyakorlatilag ezek konkrét sebek, tehát a konkrét seb, de nagyon szép ez a szallag. Nézd meg, milyen jól néz ki. Én már a 90-es években jártam ide, aztán tehát ugye a rendszerváltás környékén volt egy nagyon jó kis galéria, amit a Palkóék csináltak, és aztán jöttek kihagyások, pár év, aztán megint itt találtam magam, tehát ez én nagyon szeretek idejönni, mert hogy tulajdonképpen mindenki a barátom, meg szeretem ezt a várost. Én azért szeretem ezt a tábort, mert úgymond a nagy öregek a vének tanácsa mellett van egy csomó fiatal gyerek, lány, fiú, és mindegyik tök jó fej, és rengeteget lehet tanulni tőlük, ezt megmondom neked őszintén, tehát jó velük beszélgetni, meg hoznak olyan új ötleteket, amit az ember csak úgy les, tudod, hogy anyagok használata, mert mennek kísérletezni, játszani, hát ezért jó itt lenni. Egyre több olyan tábor van most már, ahol a Jászberényén kívül, ahol igyekeznek ezt a fiatalítást, de itt ez szerves része ennek. Tehát ez ilyen, ez egy ilyen művésztelep. S a tengernek színes az én takaradzó, csúszó, maszó, férgák, s az én halótarsó. S az apró a lecskák, s az én síratói, s az égi madárkák, s az én éneklei. Ilyen lendület általában biztosítja a következő évet, tehát lesz 28. Art Camp is akkor ezek szerint. Hát tervezzük, hát egyelőre 30-ig, de hát utána majd valaki valószínűleg átvesz. Jövőkép Alkotók Egyesületének, Gók Zolinak úgymond átadtuk ezt a lehetőséget, őt pályázónak, ők szerveznék jobban. Mi csináltuk egy másik egyesülettel együtt ezt a fajta pályázati dolgokat. És aminek nagyon örülök, hogy a város is egyre jobban beleépül ebbe a dologba. Mondjuk mindenféleképpen szeretném, hogyha olyan típusú dolog lenne, hogy ez számítható lenne. Szóval ne az legyen, hogy minden évben vagy bizonytalanul pályázunk a városról, hogy kapunk vagy nem kapunk. Szeretnénk, hogy a városnak a művész szerepe legyen, és a mi kampuszunknak is. Szóval ez a úgymond a Jászberényi Főiskola és a városnak a közös projektje lenne. A kiállítás megnyitó hangulatát a Gentry Sultan avantgard zenei örök kiválósága vette a vállára az est folytatásában, mélyítve a kortárs művészeti élményt, melyet a 27. Art Camp okoz. 2017. október 3-áig 15 és 22 óra között díjmentesen látogatható a kiállítás, melyről bővebben a Kultuszkulturális magazin szeptember 1-i adásában hallhatnak.